támogatója a MOL. Nekem minden egyformán! Népzene! Egy fiatal szövegíró, dalszerző, rockstar lesz a mai propagandának a főszereplője, aki az Orvár zenekarnak az egyik frontembere. Agócs Marciról van szó, akit már nagyon sokan ismernek, sőt, hát egyre népszerűbb, ugye a zenekar is, és még szerintem nagyon szép jövő áll előtte. Azért lesz most nagyon sok szó a népzenéről, mert valahogy ő is onnan indult, akárhogy lázadt ellene, hiszen például az édesapja egy nagyon híres népzenész. Hogy pontosan ez hogy van nála, ezt mindjárt elmondja nekünk, úgyhogy Agócs Marci következik most. Jó reggelt! Végre benzinkutas hotdogot. Hotdogot? A nyári turnéra emlékeztet. Én belazáztam, ez ilyen. Hát egy gyerekkori álmom volt a reggelire tortaevés, úgyhogy respect. Te meg milyen elegáns vagy? Mindig így szépen jársz? Általában igen. Ez tetszik. Biztos, mert túl sok filmet néztem a John Lennonról. Igen, de te egy John Lennon rajongó vagy? Az egyik legnagyobb. Komolyan? Persze. De érdekes, de akkor ez a rock'n'roll-ösök, de népzenei hőseid is vannak? Fodor Sándor Neti, ő egy karoteszegi prímás volt, és ilyen 2 éves korom körül, akkor bekértem a kazettát, és akkor szólt a karoteszegi. Volt is egy olyan eset, hogy valami boltba mentünk be, ahol ment a diszkó, és kérdezte tőlem az eladó, hogy tetszik-e a muzsika. Megmondtam, hogy itt nincs muzsika. Zsámbék, ez miért fontos a te életedben? Itt volt az első koncertem, az első zenekarom, meg az első zenekaromból lett Orvár zenekar is. És mi volt a neve eredetileg? Hát a gimis zenekarnak az, hogy Tricky Toys. Az Orvár az meg igazából úgy volt, hogy úgy jött, hogy egy koncertre álltunk össze eredetileg, vagyis az volt a terv, ezért nem is volt igazán fontos, hogy mi lesz arra az egyre a név, és még így frappáns is volt, hogy Viszlát. Ugye? Itt voltunk. Az egy koncertes zenekarnak a neve, és hát aztán hál' Istennek együtt maradt a társaság, és rajta maradt a név, de hát annyi baj legyen. Wow! Voltál te már itt nem zenélt? Itt is voltak régen koncertek, hogy itt is így volt. Ennyire bent nem zenéltem, ott azon a kis színpadon, ami ott van a kerítés mellett, ott volt koncertünk, meg hát azért volt, hogy beszöktünk ide, és itt piáltunk, meg ilyesmik. Úgyhogy ezt igen, most remélem, hogy a zsámbéki rendőrök, meg polgárőrök nem nézik. De ha igen, de akkor majd letagadom. Voltál? De te nem voltál rossz gyerek, nem? Hát... Szó-szó. Igen, így... Attól függ, hogy honnan nézed. Tehát, hogy végül is a Tom Sawyer is egy jó gyerek, nem? Gimiben már ilyen 3 ellenőrzőm volt. Az egyikben mentek a beírások, másikban a rossz jegyek, harmadikban a jó jegyek. Lehet tippen, hogy melyikből volt a legtöbb. És volt, hogy betelt amúgy a beírásos ellenőrző, és a másikba kellett iratni. De
Hál' Istennek csak egyszer rúgtak ki. Hol van az a lány, aki tudja, hogy mitől lennék boldog újra? Hol van az a szép, ami nincs? Beatles? Mondtad szerint, Beatles tudsz játszani? Beindulta. Eminem? De ilyeneket is próbálgattál. Hát mi volt az, amikor gitározni tanultál, és ilyen fontos volt? A legelső cucc, amit megtanultam, az AC/DC TNT. De nem tudtad elénekelni. Hát most se. És magyaroktól, tessék magyar. Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Ez a debreceni népzenei dallamok. Miért nem lettél te szintisztán népzenész? Hát mert lázadtam a fater ellen. Én nagyon lázadó gyerek voltam, és... Hát nem voltam hajlandó a kezembe se venni népi hangszereket, de kisgyerekkorom óta pedig megpróbálta az összessel szegény, hogy majd így népzenész nevel belőlem, és nem tudom, elsírtam magam, mikor a furulyát a kezembe adta, meg untam, utáltam az egészet. Ami egy kicsit ilyen tabunak tűnt, az meg duplán, sőt, tízszeresen vonzott emiatt. De mi tűnt tabunak? Hát mondjuk a rock and roll. Igen. Így a népzenei környezetbe. Közben pedig apám is tökre szereti a rockzenét, de nekem valahogy gyerekkoromban ez volt a fejemben, hogy akkor az így kicsit ilyen tiltólistás, és akkor ezért is vonzott nagyon. Futó az E-földre. 20-ár a C3-ra. Bástya a G6-ra. Gyalog az A38-ra. Gyalog. Jó, hogy nem rollerrel, b***. Azt a kutya mindenik, ez az utca, de sötjék, de sáros. Áldog, mint a fakereszt, de a babát nem enged be magához. Ereszt rózsám, ereszgem, nem vagyok képen oroszt a serezbe. Csupán csak a szerelemből áll a szemem, a két szemem keresztben. És a népzenéből mi az, amit te szeretsz? Az is egy ilyen végtelen tenger. Én a régi stílus szeretem a legjobban, hogyha a magyar népzenéről van szó, de az új stílusú. Mennyire régit? Mi a régi? Egyáltalán népzenében meddig látunk el? Tehát meddig lehet biztosan azt mondani, hogy ezt még tudjuk, hogy ez a dallam és ez a szöveg, ez abban a korban ez így volt? Nagyon nehéz meghatározni, mert ugye a technológia az nem olyan régen jutott el odáig, hogy tudjunk hangot rögzíteni, és előtte csak ilyen kotta meg tabulatúra lejegyzések voltak, és ugyanannyira, vagy talán még jobban is számít maga a stílus, ahogy el van játszva. Tehát attól lesz mondjuk széki népdal egy széki népdal, hogy úgy van eljátszva, ahogy a székiek játszák. Mert egyébként maga a dallam az sok faluban megvan, ott Erdélyben. Ezt viszont nem nagyon lehet lejegyezni, csak hallani, meg látni. Nem tudhatjuk, hogy ténylegesen mi szólt és hogyan szólt, mondjuk akkor, amikor ez a templom épült. Ennek a hangszernek, ami a te hangszered, semmi köze, nem a magyar népzenéhez? Nem igazán. Nyilván használják azért, de hát el lehet rajta játszani népdalokat, csak olyan amerikás lesz tőle egy kicsit. Akkor végül is a népzene csak megtalált téged, és nem is ment a könnyű zene rovására. Nem, sőt, hát szerintem azért jó mondjuk a zenekarunk, mert van benne egy csomó népzene, meg most már arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc zeném, az a válaszom, hogy a népzene, főleg a magyar. A népzenészek között senki nem lehet akkora hős.
Nem lehet ilyen rockstar, tehát Mick Jagger nem lehet népzenével, nem? Vagy hát más a funkciója a kettőnek, teljesen a népzenének a természetes tere, meg kontextusa az igazából egy lakodalom, vagy egy asztaltársaság, vagy egy táncház. Az a természetes, hogy lent áll a zenekar, körülötte az emberek nem állnak, hanem táncolnak, és nem tapsolnak, hanem táncolnak. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vadgalamb benne költ, olyan a vadgalamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Olyan a vadgalamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Ezt a kerek erdőt járom én, ezt a barna kislányt várom én. Ez a barna kislány, Zsófika, én vagyok a vigasztalója. Ez már szülőfalut határa? Vagy gyermely az város? Gyermelyfalu. Ha nem is szülőfalum, de itt nőttem fel. És igen, itt látható. Ez meg az egyik kedvenc helyem. Főleg azért, mert ha jössz haza szomorról a pintér poharazóból, akkor itt a dombtetőre már azért eléggé elfáradsz. Meg lehet pihenni, gyönyörű a kilátás, és akkor újult erővel lehet nekivágni az út második felének, ami már sokkal könnyebb, mert ugye lefelé kell menni nagy részt. Hány éves korodtól laktok itt? 2005-ben költöztünk ide, és akkor 10 éves voltam. Édesapád, azt tudjuk, ő híres népzenész, de anyukád? Anyukám ő történész, meg irodalomtörténész amúgy. És akkor egyszer csak elhagytad ezt a falut? Tehát úgy döntöttél, hogy innen lépni kell? Hát egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a falut, falvamon, ahol élek. Hát igen, Budapestre költöztem, meg egyetem, meg el akartam költözni a szüleimtől, meg minden. De milyen egyetemre jártál? Néprajzszakra jártam, csak nem fejeztem be. És miért nem? Hát a, hogy is mondjam, a zenész élet elragadott. Pedig majdnem megcsináltam amúgy, na mindegy, de majd a második nekifutásra. Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki kereste, mindenki kereste a pici vahúrt. Én meg kilépek az útra, várakozva túlra, nem is számítottam én ilyen rendezvúra. Kutya legyek én át az utca közepén, ami még nem maradtam. Egy hosszú forgatási napon könnyen megéhezik a stán. Úgyhogy most átmegyünk főzőműsorba. Anyukád bemutatod. Ő az anyukám, Pulen Csilla. És mit fogunk főzni, Marci? Egy autentikus magyar bolonyait. Felső bolonyából, ükanyám receptje alapján. Hát az mi? Egy bodrog közi bolonyait? Pontosan. Meg lecsó is lesz az érben. Vegetáriánus kaját is csinálunk, és hát lecsó. Felvidékiek vagytok, te is ugye, meg az urad is, és nem tudom, fiatalon átköltöztetek ide, vagy mi volt? Igen, amikor a férjem eljött ide néprajzszakra. És te is otthonosan mozogsz a felvidéken? Persze, hát én nagyon sokat voltam ott. Sokat járt nevelni oda, anyukám méghoz. Kassához közel található ez a hely. Illetve a férjem családja, az meg Füleki. És Fülek ott van Salgótarján, Somoskúri falu fölött picivel. A tartul oldalán. Ja, Marci, neked is szlovák út le? Igen? Persze. Én ezt nem tudtam. De érdekes, azt hiszem, hogy egy magyar is, minden, ezt teljesen meglepsz. Tehát ez... Durva, mi? De majd fölveszem a magyart valamikor szerintem. Emlékszem, hogy ilyen... Utálok intézkedni. Mit jelent például az, hogy magyarság vagy magyarnak lenni? Mert azt gondolom, már neked is mást jelent, meg neked is, nem, Marci? Valószínűleg. Persze. Ráadásul mi határon túli magyarok tájszólásban beszélünk. Az én kiejtésemben elég jól érezhető ez a palóc tájszólás, de elmentek Erdélybe, és ott is a székelyeken például lehet hallani, hogy mennyire jellegzetes, karakteres tájszólásuk van. És például a dialektológia tanárunk, a Mokány tanárról rendszeresen jött, hogy hú, ide egy mikrofont kéne hoznom, meg egy magnót, és fölvenni titeket, mert annyira jó. Bizonyos dolgokról, orr, népművészet, mit tudom én, hagyományozás, stb. Akár pro és kontra beugranak ilyen azonnal ilyen jelentések. Egyszer például eljutottam Párizsba a férjemmel, amikor volt ott egy magyar évad, magyar kulturális évad, és a Fonó zenekar,
koncertet adott. És a Sajó palotában volt egy Ballungház, nagy, nagy táncház. És ott volt 900 francia, és táncoltak a Magyar Táncház, aztán körbeálltak a színpadot, így verték a kezükkel a színpadot, és üvöltötték, hogy merci, merci. És ott abban a kegyelmi állapotban én úgy éreztem, hogy ez a sok politikai ballaszt, az mind leszakad erről a kultúráról, és marad az, ami szép. Kodály is ezt mondta, és nem véletlenül, hogy mint ahogy műveltnek, úgy magyarnak sem lehet születni. A magyarság is egy kulturális valami identitás, amit meg kell tanulni. Egy adott kultúrának a belenevelt és felvett elsajátítása. Te is egy látható ember vagy, így a magyar könnyűzenei világban, de úgy hol tartasz, vagy hova, te hova pozícionálod magad? Nem túl magas polcra egyébként, de hál' Istennek már valahol azért vagyok, már egy minimálisan fölkerültünk szerintem a térképre, meg ezáltal én is, de még mindig nem érzem azt, hogy hú, de nagy valaki lennék. Fölnőttem a folkpápa fiaként. Folkpápa, így hívod a pádat? Ez csak viccből. Szóval én abszolút belenőttem, meg belenevelődtem a táncház mozgalomba. Van róla fogalmam, rengeteg népzenét hallgattam, meg hallgatok, meg gyűjtöttem is. Viszont könnyű zenét szeretnék játszani. Ez jön kézre, hogy egy-egy dalba belerakok népzenei elemeket. Egyébként egyszerűbb lenne, hogyha szintisztán népzenész lennél? Népzenészként biztos, hogy mindig lesz fizetős melód. Hogyha rock and rollba mozogsz, akkor ott meg inkább az az általános, hogy már annak is örülsz, hogyha nullára kijössz. És mi, akik például már, ha nem is sokat, de tudunk ebből keresni, ez már egy nagyon szerencsés, meg ritka helyzet Magyarországon. De te már próbáltál slágert írni? Meg lehet fejteni így kémcsőben, de például ilyen fesztivál szezon után azért jó leülni otthon a gitárral, mert annyi élmény meg inger ért egy akár csak egy koncert alatt, vagy egy ilyen út alatt, hogy nagyon könnyen jönnek az új ötletek. És például szövegbe te könnyen ki tudod írni magadból az érzéseidet? Könnyen ki tudom írni, csak nem jól általában. Mert? Abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy szövegileg nagyon szigorú az ízlésem, viszont én magam nem vagyok elég tehetséges ahhoz, hogy megfeleljek ennek. Úgyhogy nagyon ritkán van olyan szövegem, amit így kimerek adni a kezemből. Dorovárnak a híres számai közül melyik szöveg az, amit te írtál? A Hovát írtam én, Hát ez a Zsófiról meg rólam szól, úgyhogy ott... Szerelmes. Igen, az viszonylag könnyen kijött, mert annyira erős volt az érzelem, ami okozta. Kezem kezedben, a házad falán, kettő árnyéka egy, volt fényében, kísérlen tánc, ami elingat lassan veled. Ti már hasonlók voltatok Kemény Zsófi íróval ebben a szerelemben, vagy egy ilyen tűz és víz? Tehát van egy belvárosi lány, aki nagyon a kortárs magyar irodalmi életben mozog, ilyen iszonyú menő szlem, meg mi tudom én, és vagy te, aki azért mégiscsak egy ilyen vidéki népi kultúrából jön, és hiába rock'n'rollsztál, azért egy parasztházban nőtt fel. Első ránézésre nagyon különbözőnek tűnhet ő meg én, de az az érdekes, hogy senkivel se éreztem ennyire egy hullámhosszon magam soha, mint vele. Tehát tényleg így az első pillanattól kezdve, és nem tudom, hogy ez miért van. Egyébként a családjaink, meg a szüleink is így tökre hasonlóak, meg hasonlóan neveltek minket. Szóval ez is biztos számít, meg alapvetően a személyiség is.
És nem tudok találkozni, és a szállatban próbálom elképzelni apukát, Agocs Gergelyt, amint fölveszi a mellényet, szóval, és Kemény István költővel, nem azért, hogy nem látom magam tök előtt ezt, de azért, mondok, de azért ez egy kép, nem? Igen, igen. Első ránézésre szokatlan lehet, de mondom, te teljesen jó minden. Most egészen határozottan azt tudom mondani, hogy, hogy a dalírás része az, az érdekel, meg az mozgat meg a legjobban. A zenekar, mint ilyen második család, azt a részét is imádom, meg igazából nem is nagyon tudom elképzelni máshogy. Azt mondják, a Bánat utca Bánat kővel van kirakva, de én arra rá nem állok, van mellette egy szép nagy árod. Mereztem tegnap este a Misivel, kocsmát keresve nagyjából, hogy legyen akkor, mert már bennünk 4 liter van. Nekem egyébként itt volt életem első koncertje. Ott, ahol most a tankcsapda van a falon, na az előtt. Ti barátok voltatok, meg gimnáziumi osztálytársak? Igen, meg ebben a Tricky Toys-ban együtt játszottunk. Mi, meg a Fejér Misi. A Zsolt, ő alapító tag, de most már állandó vendég, így lehet mondani. Megvoltak a nagy vízióink, hogy na most csinálunk egy zenekart, érted? És az teljesen más lesz, mint a Tricky Toys. És nem lesz benne dob. Ez volt az ilyen legnagyobb, ilyen alapötlet, hogy és nem lesz benne dob. Vágod, és akusztikus hangszerek, meg minden. Én is. Én azért szálltam be, mert azt mondtad, hogy csak Calhoun lesz, de aztán ez nincs olyan, mert egyre nagyobb dobokat hozott el a színből. Te már csak dobból állt az elég. Egy év kemény meló volt. Szóval Misivel megírtuk ezt a néhány dalt, meg így Ágoston lejött, de inkább csak azért, mert volt nálunk Pia. Ágoston a Misi öccse a billentyűsünk. Ő zongorázott amúgy, de valami német ismerősüktől kaptak egy harmonikát, és ezért ott akkoriban elkezdett harmonikázni. És azt azért könnyebb szállítani, mint egy zongorát, úgyhogy azt hozta le. Szóval, de milyen stílus? Ezt meg lehet határozni? Azt mondjuk rá, hogy etnobeat, mert a etno utal a táncház mozgalomra, beat a beat mozgalomra, és így kb. Ez a közös nevező a tagok között. És akkor minden sztoritok közös? Tehát, hogy így ez mindegy, hogy ki honnan jött, ki mit csinál, tehát beültök a turnébuszba, és elindul a szokásos zenekari téboly. Amikor a Szicsot hazahoztuk Erdélybe, és nem ismertek a saját házat. De hogy a Szics, az Erdély pálinka olyan szinten megborította az agyát, hogy kiraktuk itt Zsámbékon, kiraktuk Zsámbékon, és nem ismerte fel a saját házát, és majdnem elkezdett sírni, hogy ne hagyjuk itt. Ne hagyjatok itt! Hajnali csillag ragyog, én még a kocsmában vagyok. Ja Istenem, beszégyellem, hogy reggel kell haza mennem. Hajnali csillag ragyog, én még a kocsmában vagyok. Ja Istenem, beszégyellem, hogy reggel kell haza mennem. Mit csinálják ebben ez a ház? Kirúg abba az hajnalát! A MOL.